Behittál egyszer egy embert, azt utána elhagyta a helyiséget. Egyet se tudtál megtartani. Mit akarsz, te mit erőszkölsz, szakoskodsz? Menj már nyugdíjba magadnak. Eléggé nyugdíjas vagy. Lebénu. Most pedig gyertyát fogok gyújtani minden nap. Tudod? Hogy téged távolítson el az Isten én tőlem. Mert te egy olyan ellenségem vagy, hogy még ekkorát a Föld nem baszott ki a világon. Szégyed magad. Amúgy Banók Lajos nagyon-nagyon sok Facebookkal rendelkezik, nőkkel, kamu Facebookokkal. Nem hagyja békén Lakatosi Baját. Nem hagy békén engem, nem hagyja békén a Lakatosi Baja férjét, nem hagyja békén a Lindát, a párját. Állandóan mindenkit fenyeget, majd aztán én jövök a porondra. És soha nem csináltam már Facebookokat. A Katosi Baját az álfacebookok bántalmazták. Varga Irént az álfacebookok bántalmazták, majd aztán ő is engem. Innen jöttek azok a kavarodások, hogy jól letoltam. Mi van? Az a bűnöm. Ez. Hát akkor ez. Ennyi. Majd őt is beperelik a... behivatják a rendőrségbe, meg fogják őt kérdezni, hogy mi történt ott és hogyan. Van ez az egész, és mi, hogy mermedik lett ő, akkora nagy művész ő, miből vagy, kiből vagy, hogyan? Na. Az, hogy lett egy celeb, egy TikTok celeb, és leszedi a fiatalságainkat, szelfikért, pénzeket kér, és stb. Ezt is én mondom, és állítani is fogom. Le vannak mentve a videói. Nincs ilyen, hogy egy művész azt mondja, hogy pénzt kérek a fotókért. Nem, nem kisanyám, mert neked kellett volna csinálnod egy CD-t, el kellett volna menned ide a nyugatihoz a CD-t, 1000 forintért csinálják meg. Óránként. És csináltál volna 300 darab CD-t, és azt mondod, hogy kimész valahová, és énekelek, és itt van a CD, és ezért kérek szépen 2000, vagy 3000, vagy 500-at, tudod? Selfivel együtt. Nem a nagy nulláért, mert te elkezdesz ott énekelni negyed részig egy számot. Abba is belebuksz, beleköhögsz. Milyen dolog ez? Mit csináltál te? Na jól tetted, jól tetted. Ennyi, megúsztad. Mondjuk más nem úsznál meg. De te megúszod, ugye? Gondolod? Nem fogod. Gyűlnek a bűncselekmények ellened, Irénke. Na, én nem bántalak, mert nem. Mert ugye nem bántjuk egymást. De te miattad engem nagyon sokan bántotta. Ennyi. És ezért fogsz belekeveredni ebbe az ügybe. Én meg bevállalom azt, amit én csináltam, én írtam. Én mondtam. Szabad mondás van, nem? Az. De hogy az egész Facebookos virágot, a TikTokos világot, a YouTuberes világot rámozítottátok? Ez miatt a kövér fejű nő miatt? Hát azért már álljon le a menet. Na szóval nem kellene, le kellene állni. Ennyi lesz. Ne gyere be, légy szíves. Ide, menj innét te is. Ideges vagyok. Nagyon. Úgyhogy nem érdekel, mennyi pénzembe kerül a bíróság. Mai napon a legnagyobb ügyvédet fogadtam meg. Sztárügyvéd. Fogtok kapni, ne félj, sztárügyvéd. A katyátokat le fogom rólatok perelni. Ja, és a YouTube-on, ami ki van téve a Dilidári mulatossal, szépen le fogjátok húzni. Lehet jelenteni. Jelenteni fogunk, és itt a nagy lányom is. Mi az, hogy te neked a lányod fenyeget? A lánya. Majd én megfenyegetem őt, várjál. A lánya, hogy jó, meg kell verni engem, mert bekerülök a kórházba, meg így, meg úgy, majd aztán majd évek múlva fognak. Tudod mit, kisanyám? Már be foglak téged perelni. A Banók Lajos lánya írta. Banók Lajos, ide figyeljél. Nem lesz net harc, hanem az lesz, hogy szépen meglátogatlak, és ráülök a szádra, aztán megfulladsz. Te pedofil. Így van. Uh-huh. Meg fogod kapni magad. Fogatlan. Ennyi. Úgy énekelsz, hogy playbackről, tök gáz vagy. Bújjál el magadnak te is. Még van. Meg te hogy büdös, olyan művész, olyan te büdös művész. Öreg Banok. Én hozok neked minden művészeti szerződést, azt így bemutatom vén, nektek. Vén trotyi Banok,
Bújjál el! Na, mondtam magad. Mert nagyon neki. Szar vagy. És itt a nagyobbik lányom, az a ne húzzál olyat, és se. Persze, hát megkeresem meg személyesen, és szépen el lehet beszélgetni. Pontosan. Ha valami nem... És ne állítsál olyat, hogy anyámnál nincsen WC, hát meg fürdőszoba. Az Országmarit meg beországolom. Ne állítsál olyat, hogy nincsen WC. Megértetted? Meg hogy az a... Hát azt mondom, hogy ne állítson ilyet, hogy nincs WC, meg fürdőszoba. Amit gondolsz te magadról, te pedopapa? Undorító, te meg pelenkába fogsz adni, mert olyan fogok alád rúgni, hogy már utána WC-re sem fogsz tudni elmenni, csak pelenkába tudsz kulázni. Te szégyen, Hollandiába kint kurváskodnak a lányaid. Na ez az. Te köcsög, kint állnak Hollandiába, inkább arra figyelj oda. Aha. Meg a Lindát el akartad. A Lindát meg már nem kell eladni, mert a Lindának izé, a Linda már, az már réges-rég kurva egyébként, a testéből élt meg. Na, a Rivotrilos szarfos. Mondták, hogy megmondtad nekem, hogy ne foglalkozzak vele. Így van, én megmondtam anyámnak, hogy ne foglalkozz egy rivotiros, szar, fos, alkoholista nővel. Uh-huh. Mert az, egy rivós, alkoholista. Nézzetek rá! Nézzetek rá! És mi az, hogy a gyerekeivel fenyegetőzik? Ja, a gyere, lányaim. Hát ez kit érdekelnek a gyerekei? Ja, egy kislány, itt van a nagylányom, együtt összegajtok. Kit érdekel bárki Doxolsz? Ő is boxol. Sőt. Youtuber esetnektek meg azt üzenem, hogy élettelen kutyák vagytok, mert állandóan itt lógtok mindenkinek a lábjába, és nem tudtok csak más életével foglalkozni. A ti saját életetek az hol marad? Merre marad? A semaszakon. Azt már fenyegetnek. Unatkoztok? Fenyegetnek. Miért unatkoztok annyira, hogy a saját életetekkel nem foglalkoztok csak máséval? Meg a házamat kiteszitek. Undorítóak vagytok. Házamat kitettem. Patkányok. Tegyétek ki a házatokat, mutassátok meg, hogy kik vagytok, mert nem vagytok, egy szerencsétlen köcsögök vagytok az összesen egyébként. Na. Kitették a házamat, kitettek téged, kitették a halokló anyámat. Kitettek engem. Legalább van egy szép... Kirattatok engem, és legalább láttok egy szép embert, érted? Uh-huh. Mert magatokat nem tudjátok kitenni, mert annyira csúnyák vagytok, gusztustalanok, egy alja nép vagytok, így nem van. Vagytok normálisak, mert ha normálisak lennétek, akkor nem mással foglalkoznátok, és nem érnétek rá ilyenekre, de egyébként jelentve lesznek a videók. Egyébként nagyon ki vagyok már idegileg. Jelentve lesznek a videók, személyigazolványal, és mindennel lehet bizonyítani, hogy személyjogokat sértetek azzal, hogy kirakjátok másoknak a videóit úgy, hogy engedélyt nem kértek rá. Aha. Tehát eleve be lehet titeket, ja, és IPC alapján pedig be lehet titeket mérni, hogy kik vagytok, merre tartozhattok. Tessék. Ennyi. Ne lehet kontrollálni. Tessék. Mi van ide írva? Előadó művész, művésznő. Én is előadó vagyok. Előadó. Tessék. Még ezt is kiteszem, dolgokat. Mert úgyis tudjátok, mindegyikötök tudja, hogy a Jóisten verje el a fejeteket. Most ez kerül ki a YouTube-ra. Mocskok, tegyétek ki. Igen, kiteszitek a YouTube-ra. Bánok, Lajos, a fogatlan. Csak szájba lesztek baszva. Ennyi. Pedopapa. Ilyet mutassál, te büdös pedofil. Pedopapa. Tessék. Csak a fiatal nőkkel próbál itt foglalkozni. Itt dolgozol te, vagy hogy? Izé meg nem áll. More. Ja. Meg még, hogy eltette a szexfilmet a Lindáról. Úristen, megállsz. Azt próbáld meg, hogy megsorolod őt. Ilyen, miért véged ezt a Rivotrilos szart nőt? Hagyjad már. Egyik szabadban véded, másikatban megszívod. Na most akkor döntsd el, hogy mit akarsz. Itt előadó művész, zene, minden, zenei ág, minden. Neked van ilyen bonokra, és ilyet mutassál. Ne egy egyszerű papírt mutassál így. Ez régen lejárt a regisztráció. A Rivotrilos szarkala. Hát én láttam azt a rivós nőt, hát azt se tudtam, merre van arccal, amikor megláttam őt. Hát nem tudta, akkor is be volt tálva szerintem. Hát ki tudja, mit használ. Hát és mi... a családom szégyen engemet, ti miattatok? Minden egyes testvérem, minden egyes családom, ti miattatok, büdös Banok Lajos? Miket? Azt a Banok Lajost is biztos szégyelik a gyerekei. Tuti, mondom neked, hát miánom fent lóg az interneten. De azért nem jelenti azt, hogy a lánya megfenyegessen engemet. Jó, és akkor mi van? Honnan tudod, hogy a lánya megfenyegetett, amikor ő mondja el az üzenetet, mint amúgy mi van? Dehogy nem. Már küldte a repülőjegyet az apjának, hogy vigyék ki a Lindát. Na, hát akkor vigyék. Ja. Hát ez úgyis kurva, nem mindegy. Hát ez úgyis kurva. Már kiégett kurva. Hát a testéből élt meg. A Rivotrilos szarcsongok. Hát úgyis kurva, nem mindegy, hogy kiadja el. Hát de már, figyelj ide. Ő már annyira anyagos az a csaj, hogy ő neki vége. Vége.
De igen. Kurvából már nem lehet kurvát csinálni egyébként, azt tudjátok meg egyébként. Egy kurvából már nem lehet kurvát csinálni, mert már kurva. Én még nem voltam kurva egyébként, mert én nekem be van írva végig a munka. Hát, mindig azt mondja a Banokla, hogy ide figyelj. Meg az, hogy én énekes voltam. Emlékszel rá, amikor 13 éves voltam, mentem fel énekelni. Na, ide figyelj, Banokla. Anyám az nem volt éjszakai pillangó, mint ahogy te mondod, hanem ő vendéglátóba dolgozott 30 éven keresztül, méghozzá elismert helyeken dolgozott, mint vendéglátós. És saját. És megvan neki a vendéglátói iskolája, és megvan neki az üzletvezetői engedélye. Te faszkala, pedofil majom, a faszod meg nem áll egyébként, azt arra teszed magadat. Hangod meg nincsen, úgyhogy mondom neked, bújjál el, ha meg valamit szeretnél, egy időpontot meg lehet beszélni, el lehet kávézgatni, és meg lehet beszélni személyesen. Nem fél tőled senki. Meg, hogy a Budapest TV-től engem kitiltottak, meg kidobtak. Nem tiltották ki, mert én előttem hívta ez a Brody valakicsoda. Brody hallottam Péter. A hangokat. Mm-hmm. Tehát anyám nem ment vissza. Pontosan. Hülye Budapest TV-hez. Miért nem mentem vissza, mert nem engedtétek. Te is ellenezted, meg a másik van, lányom nem is. Nem engedtük, hogy visszamenjen oda. Nem is megyek. Live-ozás engedjük, de mégis live-ozik. Na. Ez se engedi. De most akkor mondd meg nekik, légy szíves. Amikor ugye még mennyi voltál, 15? Trombitás kertben voltam fellépni, Madarász Katalin és satöbbivel. Tessék, alátámasztva nekem az én gyerekem, hogy én táncos voltam, énekes voltam, folkrólos. Na. Nem pillangó, meg nem kurva. Nem megyek arra. Jó? De meg ne volt ki az izény hangján, a na. És nem vagyok sántalábú, bazd meg, mind ahogy ti állítsál, anyám nem tudom miért mondta sántalábú. Nem, az a nevet lányom, az egy másik. Ez nem a vagyok másik. Sántalábú egyáltalán. Nekem három lányom. Három. Úgyhogy... Van még neki? Köcsögök! Bocsi! Buzik! Buzik! Na, akkor... Mit szóltok ti ehhez? Szóval még egyszer kimertek rakta a YouTube-ra engem, akkor IPC alapján szépen bemélletiteket. A másik, hogy fel is jelentelek. Mert én megteszem. És húzzák le fel én a videóimat, azt sajnos mondd meg. Sajnos én megteszem. Tehát én megteszem. És be fogom jelenteni a videókat. Úgyhogy szoppancs! Szippancs! Úgyhogy Banoklós, nagyon álljál le, fogd azt a rohadt büdös pofádat. Banoklós, te meg adjál egy címet. Dobj. Én tudom, Kerepes tartsa, na, ott, ahol akkor van akkor megleszel szépen látogatva. Én tudom, én voltam nála. Közel van a kórház. Azt mondta, hogy egy tányér én eladtam magam a haverjának. Mikor kérte a gyógyszereket, kajákat, meg mindent kért. És amúgy ő egy nagyon jó zenész. Banoklós, te mondtad el a live-odba, hogy valamit zabáltál, és azért ment fel a barátod. Meghívott valami kajára téged. Aha. Te. Meg a gyógyszereket kivettük neki, meg pénzt kapott. Minek vettétek ki a gyógyszert neki? Mert nem volt pénze, beteg volt a szemétláda. Hát hagyj halljon meg. Hát, meg a mércikének én adtam a gyógyszerekre a pénzt. Meghalt volna az remélem úgy felmegy a vérnyomásod, hogyha ezt a videót meghallgatod, hogy rögtön azonnali határa agyinfarktus kapsz. Pancsert. Amen. Nem, hogy amúgy összeállnál anyámmal, ha már ilyen jó énekesek voltak egyébként. Isten őrizzen, mert én vele foglalkozom. Törpével. Hát. Nekem nem amúgy kell úgy néz ki, mint a törpe, Gabi. Ilyen az óra neki-e. Van neki kettő foga, azt hiszem. Felveszi azt a kalapot, és azt hiszi, hogy olyan nem hát, tudom, milyen nagy sztár vagyok, Banok Lajos a kalapba, érted? Hát, is képzel. Hely a kalapom, mit van, de gáz? Nagyon gáz. Na most megyünk, elfoglaljuk a Dr. Brody Péter házát, tévéjét, és akkor csinálunk egy nagy műsor. Dehogy is megyek, tiszta ciki ez a... Brody Péter is egy bolond egyébként. Az se normális. De nem ám. Úgyhogy Péterként mennyi gyorsan szaladjál a rendőrnénikhez, barátnőidhez, ez jelentséte, majom. Le fogod húzni a videókat, és le fogsz mindent állítani. Inkább örüljetek, hogy valamikor volt egy olyan Budapest TV, ami legalább nézettséget is nyert az Anetka műsora után. Ez volt a legnézettebb műsor. Te meg Banok Lajos, hát amióta te ha vezeted is ezt a Budapest TV-t, semmit nem hallunk róla. Tehát, hogy te amúgy el vagy valahol veszve. Uh-huh. Úgyhogy így jártál. És berém kapaszkodsz. Persze, hátadom fel. Azért mondod, a tévé lett, a tévé lett, a tévé lett. Persze, szerelmes belőlem. Mit akarsz tőlem? Mert te, ő öregezik, a Banok Lajos öregezik. Nem, hát hogy néz ki? Egy csotrogány, trotyi.
Nem sikerinda van itt velem, hanem a sikerinda, idősebb sikerinda két mondatot nem tud elmondani, úgyhogy normálisan. Tehát a sikerinda nem lehet itt. Azt csak így csinál a sikerinda. Mert kettő mondatnál többet nem tud sajnos beszélni. Én a sikerinda. Violetta, azt mondja, rögtön meg az. Mit csinálunk? Ilyen, tényleg. De nem áll, mert be fog kerülni a fejbe. Kiviszi a videót. Kéne vidd a videót, te patkány ember. Tessék, én vagyok Lajosnak, tessék ide. Tessék, te is mondd meg neki. Neked ne fenyegessen. Tisztem, mert belerakni magát, mire Balos Lajos kiviteti őt is Hollandiába. Na, megyünk Hollandiába. Legalább látnak egy szépet a YouTube-on. Aha. Már elég volt, hogy csak csúnyákat tesznek ki. Én szép vagyok, én nem vagyok csúnya. Jó? Igen. Bocsikám. Azért még a felső fogsorom megvan. Az alsót azt most csináltatom. Úgyhogy ennyi. És egy csodálatos szép nő vagyok. És nem kell fenyegetni Balokas továbbiakban. Megértetted? Mert ez egy nagyon súlyos vád, amit te csináltál. És ez pontosan, hogy rendőrségre is tartozik. Várőknek a rendőrök, azt tudja, hogy oda megyek, hogy is hívják. De imádnak, szeretnek. Tudják, hogy én nem követek el olyan bűnöket, mint amilyet te patkány. Én legalább hivatalosan léptem fel, meg lépek fel, nem úgy, mint te szemétláld a mocskos, pocskondiázó majom. Igenis kell az egyéni vállalkozói igazolvány, Balokas, és neked még háza sincs, úgyhogy nem kapod meg a vállalkozói igazolványodat. Nekem megvan. Igen. Mennyit tanultam én énekelni a Kovács Magdánál, még amíg kicsi volt a jelentem. Jó, hát szerettek énekelni, ez van, mindenki fogadja el. Mondja az élányom. Valaki szeret énekelni, valaki tanított. Nem szeret énekelni, valaki csak a tusol alatt énekel, valaki megpróbálkozik, ennyi. Ennyi. Most akkor mi van? De nekem sikerült a műsorom, nem? Most, hogyha valaki próbálkozik énekelni, ez miért fáj nektek? Én nem tettem semmit se, egy valaki csináltam. Most ahhoz sincs közöttek egyébként, hogyha én valamikor is anyámmal összevesztem, vagy bármi volt, semmihez nincs közöttök. Úgy alkottok véleményt, hogy fúridegenül ítélkeztek. Ja. Meg hát azt mondják, hogy te nem foglalkozol velem. Hát tegyétek ki a családatokat az internetre, rakjátok ki magatokat, Nyíregyházi Bonda, mert egyébként tele van a Mateszobsz Peti Nyíregyházával, nagyon sok Mateszobsz Peti van. Most meg a hanga érén oda. Ahhoz van közöttök, hogy kitörüljétek a szaros segeteket. Na. Ja. Meg az, hogy kinyaljátok az egyémet. Mondjál még valami elég. A szaros segítük. A Banok Lajosnak mondjad meg, hogy mi van. Annyi van, hogyha nem fejezi be, akkor szépen polgárperes úton be fogod perelni. Becsületsértés. Nem, be kell perelni, be kell perelni. Most már beperelek. Meg ezeket a YouTube-osokat is. A YouTube-osokat is be fogom perelni. És be kell jelenteni a videókat. Pontosan. Az összes videót be kell jelenteni szépen, aztán majd rakjátok ki magatokat utána, mert nem lesz mit kitenni. Aha. Unatkozó banda. Mocskosok. Tényleg mit akartok tőlem? Ítélkeztek. Ne ítéltes, hogy ne ítéltes. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltes. Nem szállnak rá róla. Primitive. Most olyan gőzerővel basszák ki mi minden régi live-omat. Örüljetek annak, hogy eddig nem szólaltunk meg. Ennek örüljetek, hogy eddig nem szólaltunk meg, és kusba maradunk, és elnézzük azt, hogy mindenféle húgyosnak, meg mindenféle alkoholistának leondjátok az anyánkat úgy, hogy ő nem húgyos bazd meg nem alkoholista, az, hogyha valaki elmegy egy esküvőre, vagy hogyha elmegy egy névnapra, és mondjuk egy pezsgőt, vagy akármit megiszik, akkor ahhoz semmi közötök nincs, ti is, hogyha elmentek valamit, akkor gondolom, hogy egy koktélt megiszok, az nem én azt jelenti, hogy alkoholista vagyok. És nem azt jelenti, hogy alkoholista vagyok. Ti is gondolom, hogyha van szilveszter, vagy karácsony, vagy névnap, vagy szülinap, akkor talán egy bort megisztok, vagy de nem is iszol egyébként bort, hogy megiszik egy nem tudom mit, akkor ez nem azt jelenti, hogy alkoholista valaki. Meg húgyos Violetta, meg ilyenek. Hát mit gondoltok ti magatokról? Mit gondoltok magatokról? Hát a saját anyátokról beszéljetek így. Prohadékok. Ez van. Felháborító. Annak az ország Marinak is üzent meg, hogy ő neki... Az ország Mari meg be fogja kapni jó erősen egyébként, de ne várja meg azt, hogy Dávodra lemenjek, mert egyszer lemegyek Dávodra, akkor a kezembe fog maradni az összes haja. Na, az ennyi. Ennyi ország Mari.
elég volt. Ha a megpussolja le, mert lemegyek távolra. Aha, majd megkapod a magadét, anyám. Még mondd egyszer írj el a YouTube-ra, te büdösség. Nem vagy egyedül. Rohadjál meg, ország Mari geci. Kiemeled alólam a habsit? Az még te vagy felháborodva, te patkány kurva. Te büdösség. Tessék, jelentsétek a videót. Na, jelentsétek. A szopjátok le saját magatokat, mocskosok. Ezt tettétek. Beleavatkozik a családom. És nektek végetek van, mert fogtok menni a börtönbe, amit egy év alatt csináltatok velem. Hogy már teljesen kiborultam. Engem betegen bántani? Mikor anyám meghalt, még akkor se kíméltetek? Ja, soha? És azért meg nagyon-nagyon szégyelj az összes YouTube-os magát. Rohadékok. Nincs lelketek, sem szívetek, hogy a nagymamám haldoklott. A haldokló tusaját élte meg, és ti megfogtátok és kiraktátok a YouTube-ra. Szégyentelenek vagytok. Bocska. Nektek egyáltalán van szívetek. Van szívetek, hogy kiraktok úgy egy embert. Úgy kiraktok egy embert, hogy haldokol, mocsadékok, hogy akit a legjobban szerettek, avval ugyanezt forduljon elő, de az a baj, hogy mi ezt nem tenném meg, hogy bárkinek a haldokló nagymamáját, vagy bármelyik rokonát kitegyük. Rohadékok, van nektek szívetek, hogy ilyet megtesztek? Hogy azért, mert az anyám felvideózta, és a nagybátyám kirakta a videót, és ti rögtön leloptátok a videót, és kirattátok szívtelenül, mocskosságból, szemétségből a drága nagymamámat kirattátok. Egyáltalán semmilyen tiszteletet, semmilyen tiszteletet nem adtatok azzal, hogy ezt ne tegyétek meg, hogy kiratok egy haldokló asszonyt, aki már nincs köztünk. Hogy lehettek ennyire szívtelen mocskok, hogy mindent kirattok a YouTube-ra. A szaromat holnap le fogom nektek videózni, aztán rakjátok ki azt. Sőt, már élettelen mocsadékok, férgek vagytok. Mert nem lehettek normális emberek, azok nem normális emberek, akik más életével foglalkoznak. Ez a Peffer Tamás, és amúgy, itt ültök, azt csinálja még a legjobban. Itt ültök, és nézitek a live-ot, és alig várjátok már, hogy kirakjátok. Uh-huh. Jóisten, most kirakom a live-ot, jóisten, beszél a csontsas. Nem, nem. Ne félj rá, jól, nem lehettek normális emberek, van. Mert én soha ilyet és nem tennék meg. Egy ember társammal nem tenném meg azt, hogy bármikor mocskolodjak, vagy bármikor úgy beszéljek róla, hogy nem ismerem. Az, hogy a Banok Lajos, meg bárki itten szidja egymást, vagy bármi van, nektek el semmi közöttök. Mi ebből nektek mennyi pénzetek van, vagy mit húztok ebből? Semmi. Mit húztok ebből, engem hogy egyáltalán az embereket így, ennyire megszigyenítettetek. És miért esik ez jól nektek, hogy ott írkál a YouTube-on fasságokat, nyomorékok, arctalanok, semmire kellő. Ja, mert ezek szerint nagyon-nagyon-nagyon ráértek, de nagyon durván ráértek arra, hogy a YouTube-ot így csináljátok, és kitegyetek embereket. Miért bántalmaznak engem? Miért bántalmazok? Élettelen férgek ezért. Csak ezért. Mert egy normális ember, akiben van egy kis jó indulat, az nem teszi ilyet az embertársával, hogy kiteszel YouTube-ra. És mert ez az igazság. Mert itt a Facebookon, amikor akármit is mondok, nincsen jogotok a YouTube-ra kitenni a nagy világhálóra. És ezért kell őket feljelenteni. Nem csak mondani, be kell menni a rendszerre. IPC alapján szépen bejelenteni az egészet, sőt, mi több, a YouTube-on is lehet őket jelenteni, személyigazolványodat, mindened leadod, személyjogok megsértése. Pontosan. Tehát, ha valakit nem kérdezel meg egy fényképről, egy videóról, akkor te azt nem teheted ki. De nem ám. Hiába vagy te arctalan, névtelen, IPC alapján bármikor be lehet mérni, aztán szépen cumizol. Ennyi. Cumizni fogtok. Ezt szeretném üzenni nektek. YouTuber esetnek üzenek, jó estét kívánok. Üdvözlök mindenkit, már elegem van ebből a fenyegetésekből. Telefonon zaklatnak. Egy. A másik, hogy már egy kislány mennyire tetszik tanítani, énekelni és táncolni. Elmondanám őszintén, jelöljél be, légy szíves, és ingyen tanítalak énekelni, táncolni. Át tudom neked adni azt a tudást, amit én tanultam. Bár a hangom nem tetszik nektek. De annak a kislánynak én vagyok, mondjuk a... az olyan művésznője, akire ő most felnéz, és nagyon sok kislány, nagyon sok kisgyermek. És tudod, amit tettetek ki a YouTube-ra?
hogy úszik egy halacska. És ugye ott van a víziró, vagy a Shrek, most pontosan nem tudom. És mutatom az alakom, hogy azért nem vagyok annyira kövér, és gusztustalan, mint aminek ti leoltok engemet. Mert én nekem nagy műtétem volt. És én nekem nincsen már nagy hasam. Mindenem megkövéredett, mit akarok mondani nektek. Nem azért mutatom magam, hogy itt most megvegyen engem valami hapsi, hanem egyszerűen átalakultam. Nagyok lettek a nagyobbak a emlők. Nagyobb lett a popogó. Szép, csinos vagyok. Gyógyult állapotban most már. De idegileg már annyira tönkretettetek engem, hogy borzasztó. És én nagy gyászban van a szívem, édesanyám 3 hónapja hunyt el. Megértettétek? Miért kell ezt csinálni? Miért? Mit vétettem én nektek? Mit? A jó Isten vele. Veri a faszát a szátokba, ha már így kell beszélnem. És semmi közötök nektek ahhoz, hogy ki kicsoda, és nekem a páromnak, akihez férhez megyek, hogy annak kicsoda a gyereke, és kicsoda nem. Hagyjátok békén, mert ha abba belenyúltak, akkor kőkövön nem fog maradni az életetekből. Ennyi. Fenyegettelek titeket. Tessék, ti is, jelentsetek fel. Nyugodjatok meg, hogy a harcnak lesz következménye, ha bármelyik kötök én felém nyúl, vagy bármi. Balokra és takarodják ki véglegesen az életemből. Megértetted? A Budapest TV-ddel együtt, a Rákba. Szedessen befele szépen onnan a videókat. Meg szeretném semmisíteni a dilidári mulatosot. Káolacival már megbeszéltem. Ő is ebbe benne van. Szedessétek lefele. Le lesz állítva Dr. Brody Péter. Mert te nem adsz nekem 1 forintot se érte. Csak szégyenítesz engemet. Meg eladod, meg megengedett, hogy mindenki vagdossa. Meg rám szálltak. Ennyi. Megtalálta ki az én riposzt, hogy jaj, kirúgták. Nem rúgtak engemet ki. Miért rúgtak volna ki? Szerencsétlen majmok. Kirúgott volna ki. Én saját magamat rúgtam ki a tévétől, vagy mi. Én nem írtam elő, alámászta tetves rohadt szerződést. És kész, és én abból kimaradtam. Ennyi. Majd aztán jöttek a nagy támadás, hogy jaj, kirúgták, jaj, így, jaj. Na hát, ez nem igaz. Úgyhogy ennyi. Nem hiába választottam azt az utat, hogy férhez megyek. És egy nyugodt szép életbe megyek vele. Ezt választottam. Ezt szeretném mondani. Már abba is belekötöttetek, hogy így, úgy, amúgy, ilyen, amolyan, amolyan. Na és akármilyen, semmi közöttök nincs hozzá, mindenkinek van egy múltja. Nem? Ugye? Vagy kinek nincsen múltja, aki már megöregedett, szerintetek? Van mindenkinek múltja. És te Balogh Lajos, hiába mondod nekem, hogy te 67 éves vagy, ilyen nagy dolgot te. Én vagyok 62, elmúltam, még nem vagyok nyugdíjas, de te már régeségen rokkant nyugdíjas vagy. És 70 éves vagy? 70? 71-72, valahogy úgy vagy, azzal vagy egy idős, aki ezt érez magyar. Igen. És a lányoknak volt igaza, hogy ott a Nyíregyháza, meg mit tudom, hogy kik szálltak rám. Így van. Csak kérdezném azt, hogy miért? Mit átadtam én Nyíregyházának? Semmit. Semmit. Mit tettem én? Mit? Csináltam egy műsort? A legkiütősebb nézettsége van. Bent vagyok az MC Haver rajongó oldalán. A legtöbb nézettségem nekem van. Ott vagyok az István Pisti kívánságszagyor. A legtöbb nézettségem nekem van. A top listát azt vezetem, sőt, most lesz mindjárt nem sokára, vagy már el is múlt, nem tudom, most is benne voltunk. Azt meg 12 éve vezetem, ha benn vagyok a 10 között. Majmok, mit akartok? Azok is mit akarnak tőlem? Nem írtam alá top lista szerződést, hogy nyomják lefele, de nem baj. Csinálják csak. Majd megbüntettetem őket is. Ennyi. Üdvözlök mindenki, szeretettel, szép estét. Jól vagyok amúgy. Nagyon jól. Nagyon ki vagyok idegileg. Ennyi. És akkor még nem beszélve olyanokról, hogy tényleg olyan nők szálltak rám, olyan férfiak szálltak rám,
akik bejöttek itt az élő videómba. Majd utána mindegyik már az ellenségemet. Ez egy csapat, összeszövődő csapat. Nem engedték meg, hogy csináljak még egy műsort? Nem. Mert teljes mértékig a Banokra is rám szállt. Megtámadta azokat a hölgyeket, akik bejöttek volna a műsoromba. Mondjam a nevüket is ki? Igen, és Linda az egy nagyon szép nő. Hát karba lehetett volna tenni. De nem a Banóklajosnak, hogy befogja őt, nem tudom, hogy mire, meg Hollandiába viszi. Hát mit képzel ő arról, hogy valaki oda megy hozzá meglátogatni, mert ugye egy közismert ő is. A Csajci elment oda, és akkor már mindjárt már megvan a repülőjegy, már lányom már küldjenek a repülőjegyet, már viszik ki Hollandiába. De álljatok már le, mit akartok ti attól a szerencsétlen derőjövös asszonytól? Na. Meg hogy öreg, hogy a kutyának nem kellek. De hogy is nem kell neki? Miért ne kellene? Ugyan már egy nagyon-nagyon csinos nő vagyok. Szépség, baba. Ennyit szeretnék mondani. Még a volt exem is meg van pusztulva, értem. De érdekes, pont most, amikor én ezt megyek, te. Na, te is hagyjál békében, mert te is nézel bárhatban a videóimat. Küldi neked az Ország Mariát? Na, most ezt nyugodtan átküldheted Ország Mari. Vagy hogy nyugodjál meg. Hogy rászaroltél rajta, te béké fogsz engem, mert hagynak kis faluba, ahol én élek. Mert fel leszel anyám jelentve. És tudjuk, hogy onnan is jönnek az írások. Nagyon is jönnek onnan. És kidobatlak a munkahelyedről amúgy. Ki foglak dobatni? Beszélek a főnökkel. Nyugi. Úgy fogsz járni. Csöves leszel megint. Csövinger kutya nő. Szia! Lévike, ez van? Nagyon megtámadott az a büdös szőkerint rintyó büdösség. Megmondják ott a boltba is. Szép kártyán volt óvéja, amúgy nem volt 10 fillérese. Én vásároltam 20-30 ezreké, azért, hogy én neki készpénzt adjak oda. Én, aki segítettem neki, nagyon sok mindent, mert pénz kellett neki, pénz. Ki tudja, kié volt az a szép kártya? Ki tudja? Mocskos nő. Oda jött és tönkre teszi az életemet, most pedig még belekötöttek a páromba, aki eszére szeretnék menni 13-án. Úgyis eszesküdő majmok. Senki nem tudja megakadályozni. Hát az én párom egy éve ismer, sőt, 17 éve ismer. És egy csodálatos teremtést vagyok neki. Megértettétek? Az én főztöm ízlik neki. Én nagyon rendes vagyok vele, nagyon kedves vagyok vele. Boldog az ember mellettem. Én is ő mellettem. Akkor miért akartok ti engemet tönkretenni azóta? Miért vagytok rám állva? Gőzerővel. Ki a bánat vagytok ti. Ő fogja eldönteni, hogy elevesz feleségül vagy nem. És igenis félhez megyek. Augusztus 13-án. Senki nem fogja megakadályozni. Ezt szeretném mondani. Miért gondolod, hogy ilyet bárki is megcsinálhat? Nekem olyan párom van, apám. Mi is volt neki a neve? Csáfején dolgozott. Ó, a legerősebb ember, de még most is a legerősebb ember. Annak nyaka tört, aki engem bántalmazza. Sőt, le akart őt állítani, és mondtam neki, ne csináljon semmi baj. Semmit. Mert őnek is megmutogatják a YouTube-on lévő dolgokat amúgy. Igen. Nagyon megy a lázadás. Vajon mire? 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 Megözvegyült ember? Egy éve özvegy. Ja. Segítkezett nekem. Egyedül érezte magát szegényként.
ismertem a párját, Isten nyugtassa. Aztán megismertük egymást, nagyon szerette édesanyámat. Édesanyám mondta nekem, hogy Idikén, ne ez mennyi férhez. Édesanyja úgy hívott, hogy Idikén. És imádta az édesanyámat. Imádta. Így van. És soha, senki. Nem már az, hogy jel tőlem. Hiába vágyott oda egy-kettő savanyú szájú kutyanő. Pillanat, jó, mert írnak nekem a... Nem akarunk látszódni. De ne beszéljél most. Nem akarunk látszódni a lányokat. Hát még itt írja nekem a Mike Berény, hogy remélem nem fogja Ország Mari elérni, hogy a kirakják engemet a távodról. Miért raktálnak engemet ki a távodról? Na most a nyomd le már. Mi? Mi ilyen bolondságot? Ki az az Ország Mari? Egy évben volt decemberben, hogy oda jött lakni. Nem egy normális állampolgár ő ottan. Ennyire, ennyire aljas. Ennyire aljas. Na jó van, sziasztok, puszim nektek.